Sütő Tursz Görögországba a napfényes Platamonaszba viszi utasait május végétől október elejéig minden hétfőn. Európa egyik legszebb nyaralóhelyén gondtalan kikapcsolódás, garantált pihenés várja a velünk utazókat. Úti célunk Platamonasz a Thesszaloniki öböl partján az Olimposz hegység lábánál fekszik. A környéket hosszan elnyúló kavicsos, homokos strandjai teszik méltán népszerűvé Európában. Megérkezésünk után a Mihailis apartmanházban szállásoljuk el önöket. 2-3 személyes szobáink pótágyazhatók, a fekhelyek egy légtérben vannak a konyhasarokkal. A szobákhoz zuhanyzós fürdőszoba tartozik, az előtérben társalgósarok szolgálja kényelmünket. Az önellátáshoz vagy a félpanzió kiegészítéséhez több boltot is találunk a környéken. A legnagyobb a Smile Market önkiszolgáló üzlete, ahol a magyar tulajdonos Monika szeretettel várja önöket. Megtalálható itt minden a napi szükségletekből és a helyi specialitásokból. Megérkezésünk után érdemes megismerkedni Platamonasszal, mely a vidék központjától, Katarinitől 36 kilométerre fekszik. Az itteni lakosok fő foglalkozása a mezőgazdaság, a gyümölcstermesztés, az állattenyésztés és a halászat. Platamonasz éghajlata egészséges, csodálatos az összhang a kék tenger és a zöld hegyek között, melyek bőséges vízforrásokkal rendelkeznek. A várost az 1200-as évek elejétől említik az iratok. Ebből az időből származik a mai vár, melyet a bizánci és a frank építészet jegyei jellemeznek. Falai sokszögűek, négyszögletes tornyokkal és bástyafalakkal, apró, de igen sok kővel. A nyugati oldalon két bejárat van, melyeket bástyák védenek, a kapu közelében helyezkedik el a víztározó. A várban több templom alapjait is megtalálták, az egyik valószínűleg püspöki palota volt. A még napjainkban is működő templom a török uralom alatt dzsámiként szolgált. A közel 400 éves török uralom alól 1773-ban szabadult fel a vár. Görögországban egyébként a vallás nagyon fontos szerepet játszik az emberek életében. Az ortodox templomokban sokan vesznek részt a szertartásokon. Az ikonokkal díszített szentélyben mindig égnek a gyertyák, az emberek napközben is betérnek néhány percre. Fakultatív programjaink egyikén a meteórák felé meglátogatunk egy ikonfestő műhelyt, ahol megleshetjük, hogyan készítik ügyeskező mesterek eredeti minták alapján a fatáblára festett képeket. Utunk Tembi völgyén keresztül vezet, a Pineos folyó mentén, mely kétségtelenül Görögország egyik legszebb tája. A környék csobogó forrásai egykor Afroditét szolgálták. A monda szerint, aki kezét megmártja e vizekben, örökké szép, fiatal és szerelmes lesz. Közeledve a meteórák felé, lélegzett elállító látvány tárul elénk, amikor megpillantjuk ezeket az ég és föld között lebegő kolostorokat. Az első épületeket ezeken az óriási sziklatömbökön a 14. században építették azok a szerzetesek, akik itt magányt és lelki megújulást kerestek. Élénken virágzottak egészen a 18. századig, amikor is rohamos hanyatlásnak indultak. Ma 6 épület látogatható, melyekben a tucatnyi szerzetes és apáca jobbára a turisták kalauzolásával foglalkozik. A látogatóktól elvárják a megfelelő öltözetet. Férfiaknak hosszú nadrág, nőknek térden alulérő szoknya és vállakat fedő felső ruha viselése kötelező.
Igazi tengeri élményben lesz részük azoknak, akik velünk tartanak egésznapos hajókirándulásunkra, melynek során felkeressük az égei tenger smaragdjának tartott Skiathos szigetét. Az út során több helyen kikötünk, ismerkedhetünk a helyi látnivalókkal, nevezetességekkel. Vendéglátóink egy pillanatra sem engednek unatkozni bennünket. A fedélzeten görög táncokat, népi játékokat tanulhatunk. A matrózok közreműködésével egy hamisítatlan vízi csatában is részt vehetünk. Az ügyes tengerészek megmutatják nekünk a környék minden szépségét, majd egy csendes öbölben kikötve megmártozhatunk a csillogó tengerben. Az út hazafelé is zenével, tánccal, vidámsággal telik. Egyik kedvelt fakultatív programunk az autóbuszos utazás a görög fővárosba, Athénba. A városnézés keretében megtekintjük a legfőbb nevezetességeket, a Pireuszi kikötőt, a stadiont, a parlamentet, az őrségváltást, az Akropoliszt és a Nemzeti Parkot. A visszaúton rövid pihenőt tartunk a Termopülei szorosnál. A makedón túra során ellátogatunk Makedónia első fővárosába, Berginába. Megnézzük a több mint 2000 éve érintetlen királysírokat. A következő megálló Agios Nikolaos. A terebélyes fák között hangulatos környezetben rengeteg taverna, kávézó bújik meg. Ezután tovább utazunk a hangulatos kisvárosba, Edesszába, ahol az ország legnagyobb vízesése 70 méter magasból zuhog alá. Az igazi ínyencek semmiképpen ne hagyják ki a nemzeti ételek kipróbálására lehetőséget adó görög vacsorát. Egy hangulatos tengerparti taverna, könnyű, helyi borok, a tenger minden finomsága, ne is az elmaradhatatlan görög saláta. Ezek várnak a vendégekre a jó hangulatú görög vacsorán. Aki Görögországba utazik, minden bizonnyal szeretne találkozni az istenekkel is. A legjobb helyszín erre az egekben nyúló Olimposz, melynek tetejéről maga a főisten Zeus néz le ránk. Bár a 2917 méteren található trónusig nem tudunk feljutni, ez csak gyakorlott hegymászoknak lehetséges,
de a lebilincselő tájból bőséges ízelítőt kapunk. Útközben megállunk a Holt faluban, Paleo Pantelejmonasban, ahol egyetlen család él. A vendéglőben igazi görög reggelivel kínálnak meg minket. A hegyet borító erdőket kiépített sétautakon járhatjuk be. A túra közben hűsíthetjük magunkat a forrásokban, vagy épp Zeus fürdőkádjában. Míg 1913-ig ember nem is mászta meg ezt a hegyet, napjainkban ezrek keresik fel a környék fölé méltóság teljesen emelkedő hegyvonulatot, ahonnét gyönyörű kilátás nyílik a síkságra és a tengerpartra. A legkedvesebb fakultatív programok egyike a görög est, amely egyszerre nyújt kulináris és kulturális élményt. Bőséges vacsora, jó ízű borok és magával ragadó görög zene. Az egész esti jó hangulatról képzett táncosok gondoskodnak, akik gyakorta bevonják a nézőket is. Egy ilyen programból természetesen nem hiányozhat a legklasszikusabb tánc és dal, a Zorba sem. Ilyen és ehhez hasonló lehetőségek várják kedves utasainkat a Sütő Tours által szervezett utakon Görögországban. Felhőtlen pihenés és szórakozás, kirándulások történelmi helyeken vagy épp a tengeren, egy nép kultúrájának és gasztronómiájának megismerése, mind-mind lehetőség számunkra egy felejthetetlen héten Görögországban, Platamonaszban.